Gyermekkori álmát valósította meg Andréko Andrea, amikor abba az iskolába ment tanítani, ahol ő is tanult. A kisfiát nevelő édesanyja és osztályfőnök úgy tartja, a fizika azért az élet elengedhetetlen része, mert mindenhol jelen van és mindennel összefügg. Borzasztóan telik az idő, már március vége van, lassan itt az idei érettségi szezon. Természetesen ma sem maradtok segítség nélkül, folytatjuk a fizika érettségi legfontosabb témaköreinek feldolgozását. Sziasztok! Az elektromos áram életünk nélkülözhetetlen része. Gyakorlatilag háztartási, illetve okos eszközeink már nem is működnek nélküle. Az előző órán már belekezdtünk az áramok tárgyalásába, nézzük meg, meddig jutottunk akkor. Alapvetően az egyenáramokról beszéltünk, megbeszéltük az áramerősség fogalmát, kimondtuk az Ohm-törvényt, a Kirchhoff törvényeket, illetve az elektromos áram teljesítményéről is szót ejtettünk. A mai órán a váltakozó áramokkal fogjuk folytatni. Megbeszéljük, mik azok az effektív értékek, megbeszéljük, hogy az ellenállás, a tekercs, illetve a kondenzátor hogyan viselkedik váltakozó áramú áramkörben, illetve a teljesítmény viszonyokról is szó lesz. Először azonban kukkantsuk be a fizikalaborba, nézzük meg, hogyan is lehet ilyen váltakozó áramot előállítani. Sziasztok! A mai órára váltakozó áram egy lehetséges létrehozási módjával kapcsolatban hoztam nektek kísérletet. Először azonban beszéljük meg, hogy pontosan mit jelent az, hogy váltakozó áram. Az előző órán már volt róla szó, hogy egy áramot stacionáriusnak vagy egyenáramnak nevezünk akkor, hogyha az áramerősségünk időben állandó. Ezzel szemben váltakozó áram esetén az áramerősségünk nagysága és iránya időben periódikusan változik. A kísérletünkben egy fúró tokmányába egy erős neodímium mágnest erősítettünk, és emellé egy tekercset közelítünk. A fúrót elindítva a forgómágneses teret fog létrehozni, és ez a tekercsben feszültséget fog indukálni. A tekercsben folyó áramot ez a galvanométer mutatja, a tekercsen mérhető feszültséget pedig a számítógép képernyőjén láthatjátok. Nézzétek, mi történik, ahogy elkezd forogni. Mint látható, a galvanométer ugyanakkor a mértékben tér ki jobbra és balra is, és a feszültségen látható színuszos váltakozó áram indukálódik a tekercsünkben. Ennek a váltakozó áramnak a további jellemzőiről a tanárnőtől hamarosan hallhattok még. Tartsatok legközelebb is velünk! Sziasztok! Vizsgáljuk meg a generátor által előállított feszültséget egy kicsit közelebbről. Az itt látható ábránkon egy vezető keret fog forogni egy homogén mágneses mezőben. Azt látjuk, hogy ennek a keretnek a forgás tengelye az merőleges a mágneses mezőre, ugye az indukció függőlegesen lefelé mutat, akkor ezek szerint a tengelyre merőleges oldalakban, tehát itt és itt nem fog feszültség indukálódni, hiszen nem metszi az indukcióvonalakat a keretnek ezen része, viszont ezen elhosszúságú szakaszokban feszültség fog indukálódni, ugye a Lorentz erő szétválasztja a töltéseket, nézzük is meg, hogy milyen irányban. Ugye jobbkész szabályt használva megállapítható, hogy ennek a keretrésznek ezen az oldalán elektron hiány, ezen a részén pedig elektron többlet alakul ki. Megint csak a jobbkész szabályt használva megállapítható, hogy ezen a felső részen itt alakul ki elektron hiány, itt pedig elektron többlet. Ez azt jelenti, hogy a két feszültségforrás tulajdonképpen sorosan lesznek összekapcsolva. Akkor ezek szerint az elhosszúságú vezetőben fölírható az indukált feszültség nagysága, ez B szer L szer V szer színusz alfaként írható föl a Neumann törvénynek megfelelően. Mivel most két ilyen elhosszúságú vezetőnk van sorosan kapcsolva, ezért azt mondhatjuk, hogy a keretben indukálódott feszültség az kétszer B szer L szer V
szer színusz alfaként írható föl. Ennek a mennyiségnek a maximális értéke az a kétszer b szer l szer v, hiszen a színusz az mínusz 1 és 1 közötti értékeket vesz föl. Ezt itt U0-al fogjuk jelölni. Ez az indukált feszültség maximuma, amit a váltakozó feszültség csúcsértékének fogunk majd nevezni. Jellemezzük is ezt a váltakozó feszültséget. Ide kiírtuk nektek. Egyrészt változó mennyiségről van szó, ezért azt látjuk, hogy kisbetűvel lesz majd jelölve a feszültségünk. Itt megjelenik a csúcsértékünk, amiről az előbb beszéltünk. Aztán az alfa helyett, ami most fázisszög, az ugye omegászor t-ként írható föl a körmozgásnál tanultak alapján. Mivel egy periodikus változásról van szó, ezért a periodikus mozgásoknál tanult mennyiségek lényegében ide is átemelhetőek. Így beszélhetünk például a váltakozó áram periódus idejéről, beszélhetünk ennek reciprokáról, amit frekvenciának nevezünk, ez nem más, mint a forgásnak volt a fordulatszáma, illetve ugye az omegáról is, ami itt most körfrekvencia, ami a frekvencián két pi szereseként írható föl, ez a keretnek volt a szögsebessége. Mivel a feszültség az időben színuszosan változik, ezért nyilván könnyen ábrázolható egy feszültség időgrafikonon, ezt is megmutattuk nektek, viszont gyakran alkalmazunk egy úgynevezett forgóvektoros ábrázolást is. Ez azt jelenti, hogy a színuszosan változó mennyiségeknek meg fogunk feleltetni egy úgynevezett forgóvektort, ezt ezen az ábrán láthatjátok, amiről azt kell tudni, hogy ennek a vektornak az abszolút értéke, az megegyezik a váltakozó mennyiségnek a csúcsértékével vagy maximális értékével, illetve a merőleges vetülete az y-tengelyre, az mindig meg fogja adni a változó mennyiségünk, ugye jelen esetben feszültségünknek az aktuális értékét, illetve az előjelét is. A váltakozó áramoknak egy másik fontos jellemzője az úgynevezett effektív értékek. Beszélhetünk effektív áramerősségről, illetve effektív feszültségről. Ez lényegében annak az egyenáramnak a feszültségét, illetve áramerősségét fogja majd jelenteni, amely ugyanazon a fogyasztón T periódus idő alatt pontosan ugyanannyi munkát fog végezni, mint az adott váltakozó áram. Mivel munkavégzésről van szó, és az előző órán megbeszéltük, hogy az elektromos munkát U/I-szer időként határozhatjuk meg, itt most a periódus idő alatt végzett munka az U/I-szer periódus időként határozható meg. Ezek a feszültségértékek effektív értékek, illetve az áramerősségérték is, Ohm törvényét felhasználva, ez fölírható U effektív négyzet per R szer T-ként, illetve I effektív négyzet szer R szer T-ként is. Innen már viszonylag könnyen adódik az általunk kiírt matematikai összefüggés az effektív értékekre, amiket itt láthattok. Matematikailag belátható, hogy ilyen színuszosan változó áramok esetén az effektív érték az a csúcsértékeknek a gyökkedted része. A hálózati feszültségünk effektív értéke Magyarországon 230 voltnak adódik, ami azt jelenti, hogy a csúcsértékünk az körülbelül 325 volt. Ennek a feszültségnek a frekvenciája pedig 50 Hz lesz majd a számításaink során. Az elektromosság és a mágnesesség legfontosabb eredményeit Maxwell foglalta össze. Nézzük meg az ő életének legfontosabb állomásait. James Clerk Maxwell, skót fizikus, korának megbecsült tudósa volt, akinek nagy befolyása volt a 20. századi fizikára, és hozzájárult a természet fizikai alapmodelljének elkészítéséhez. Ő volt az, aki egy összefoglaló egyenletrendszerben leírta az elektromosság és a mágnesesség törvényeit. Ezen kívül a nevéhez fűződik a Maxwell eloszlás, a gázok mozgásának elmélete is. Megmutatta, hogy az elektromos és mágneses erő, az elektromágnesesség két kiegészítő nézőpontja. Bebizonyította, hogy a mágneses és elektromos mező a térben hullámok formájában terjedhet. Továbbá feltételezte, hogy a fény is elektromágneses sugárzás. Einstein később azt mondta Maxwell munkásságáról, hogy elődje a legalaposabb és legtermékenyebb fizikus volt Newton óta. A
következőkben vizsgáljuk meg, hogy az ómos ellenállás, a tekercs, illetve a kondenzátor hogyan viselkedik váltakozó áramú áramkörben. Kezdjük az ómos ellenállással. A mérési tapasztalatok alapján, ha egy áramkör csak ómos ellenállást tartalmaz, akkor az ellenállásunk pontosan ugyanúgy viselkedik váltakozó árammal szemben, mint egyenárammal szemben, tehát az értéke, az ellenállás értéke ugyanannyi. Ez az érték teljesen független a váltakozó feszültség frekvenciájától is. Igazolható mérésekkel, oszcilloszkóp segítségével pedig láthatóvá is tehető, hogy alapvetően ilyen áramkörben a feszültségünk, illetve az áramerősségünk az fázisban lesz, ezt szépen mutatja ez a grafikonunk. Itt láthatjátok a pillanatnyi feszültség, illetve pillanatnyi áramerősség értékekre vonatkozó összefüggéseket, illetve itt a jobb oldalon a forgó vektoros ábrázolást is megmutattuk, ahol ez a két vektor most egy irányú lesz. Megint csak mérésekkel igazolható, hogy a tekercs váltakozó árammal szemben sokkal nagyobb ellenállást képvisel, mint egyenárammal szemben. Ennek az oka alapvetően az önindukció. A tekercsnek a váltakozó árammal szembeni ellenállását induktív ellenállásnak fogjuk nevezni, és a mérési tapasztalatok szerint, illetve természetesen matematikailag is bizonyítható, hogy ez az induktív ellenállás alapvetően függni fog a tekercsnek az induktivitásától, amiről megbeszéltük, hogy függ egyrészt attól, hogy a tekercset milyen anyag tölt ki, annak a relatív permeabilitásától, illetve a tekercs geometriai jellemzőitől, valamint azt is látjuk, hogy függ a váltakozó áram frekvenciájától is. A feszültség, illetve áramerősség értékekre vonatkozó összefüggéseket itt láthatjátok, és megint csak mérésekkel igazolható, illetve oszcilloszkóp segítségével kísérletileg is kimutatható, hogyha egy áramkör csak tekercset tartalmaz, abban az esetben az áramerősség pi per 2-t, tehát egy negyed periódust késni fog a feszültséghez képest, ennek az oka természetesen megint csak az önindukció. A forgó vektoros ábrázolásunkat itt láthatjátok, ugye merőleges egymásra ez a két forgó vektor ebben az esetben. A kondenzátorról azt tudjuk, hogy egyenárammal szemben végtelen nagy ellenállást képvisel, tulajdonképpen szakadási helyként jelenik meg az áramkörben. Azonban a mérési tapasztalatok szerint a kondenzátor a váltakozó áram folyását nem szakítja meg, tehát véges ellenállást fog képviselni. A kondenzátornak ezen váltakozó árammal szembeni ellenállását kapacitív ellenállásnak nevezzük, és megint csak két mennyiségtől fog majd függni. Itt látjuk a rávonatkozó összefüggést. Egyrészt a kapacitív ellenállás függ a kondenzátor kapacitásától, ami egyrészt függ a kondenzátor geometriai jellemzőitől, valamint függ a lemezek közötti dielektrikumnak az anyagi minőségétől, ugye a relatív permittivitás értékétől. Ezen kívül megint csak függ a váltakozó áram frekvenciájától is. Matematikailag is igazolható, és oszcilloszkóp segítségével megint csak szemléletessé is tehető, hogy a feszültség és az áramerősségre vonatkozó függvények azok ilyen alakúak, amiből persze azt is látjuk, hogy ha egy áramkör, egy váltakozó áramú áramkör csak kondenzátort tartalmaz, akkor abban az esetben az áramerősség pi per 2-t siet a feszültséghez képest. Szépen látszik a grafikonunkon is, illetve a forgó vektoros ábrázolásunkat is láthatjátok, megint csak derékszöget zár be egymással a két vektor. Természetesen egy váltakozó áramú áramkörben akár mind a három ellenállás típus megtalálható. Itt például, amit most láthatok a mi grafikánkon, ez a legegyszerűbb, ez egy soros RLC kör. Ebben az esetben, ha szeretnénk meghatározni a váltakozó áramú áramkörnek az eredő ellenállását, akkor ezt is megtehetjük, de nem olyan egyszerűen, mint azt annak idején az egyenáramoknál. Egyébként ezt az ellenállást impedanciának fogjuk majd nevezni, és a rá vonatkozó kiszámítási módot azt itt láthatjátok. Ebben ugye megjelenik egyrészt az ómos ellenállás, ami független volt a váltakozó áram feszültségétől, ezért őt rezisztenciának is nevezzük. Ugyanakkor megjelenik benne az induktív ellenállás, illetve a kapacitív ellenállás, amelyeknek mindegyike függött a váltakozó áram frekvenciájától, ezért őket reaktanciáknak is nevezzük. A továbbiakban
Szemléletessé tehetjük ezt a bizonyos összegzést, méghozzá geometriai úton, úgynevezett vektorábrák segítségével. Ide felrajzoltuk nektek az ellenállásoknak a vektorábráját, vízszintesen fölvettük az ohmos ellenállást, függőlegesen fölvettük az induktív, illetve a kapacitív ellenállást, mintha vektorok lennének, ezeket egymással ellentétes irányban. Innentől kezdve a vektor összegzés szabályait kihasználva meghatározhatjuk az impedanciához tartozó vektort is, amit ide fogunk most ilyen esetben kapni, és az impedancia, illetve az ohmos ellenállás által bezárt szöget azt phi-vel fogjuk majd jelölni. Mivel soros áramkörről van szó, ugye soros RLC körről, ezért lényegében mind a három ellenállás típuson ugyanaz az áram folyik keresztül, éppen ezért viszonylag könnyen belátható, hogy a feszültség értékekre vonatkozó vektorábra gyakorlatilag ugyanolyan, mint az ellenállásra vonatkozó, ezt is itt láthatjátok, és ebből az is kiderül, hogy az áramkörben folyó áram, illetve az áramforrás feszültsége által bezárt szög, szintén ez a phi lesz, ez lesz a fázis eltolódásnak a szöge. Már igen rég találkoztunk vele, de ő addig sem tétlenkedett. Jöjjön Oli! Sziasztok, vlogoli követők! Mai témánk, miért esik mindig talpára a macska? Kecske, nagyon nem a macska. Két dolog tudja, amit mindenki tud a macskákról, az egyik az, hogy mindig a talpukra estek, a másik pedig az, hogy 9 életük van. Az első abszolút bullshit. Na jó, azért a második igaz lehet, de nagyon fontos, hogy milyen magasról esik le a macska, és hogy minden rendben van az érzékszerveivel. Például vakon nehéz. A macska ugyanis annak köszönheti, hogy nagyrészt mindig a talpára esik, hogy sajátos testfelépítése van. És kitűnőek az érzékszervei. Ahhoz, hogy ügyesen forduljanak esés közben és biztonságosan leérkezzenek, mindenre szükségük van. Esés közben a macsek úgy forgatja magát, hogy a talpára essen, ez pedig egyféle parabola antenn... parabola... alakzatot formál a testéből. Ez olyasmi, mint az ejtőernyő. Szóval tényleg olyasmi alakzatot formálnak, mint az ejtőernyő, a hónuk alatt lévő bőrredők és a combjuk között lévő bőrredők segítségével. Így a felére csökken a nehézségi erő. Esés közben a kiffifa azt próbálja eldönteni, hogy merre felé van a felfelé, merre pedig a lefelé. Hol a fenébe vagyok? Én is összezavarodtam. Amikor ez megvan, akkor úgy fordul, hogy mindenféleképpen a lábai érjenek először földet. Ez már csak azért is érdekes, mert nincs semmiféle külső erő, amely az esésben lévő testet eltéríthetné. Márpedig Newton első törvénye kimondja, hogy minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy megmarad az egyenes vonalú egyenletes mozgás állapotában, míg más test mozgás állapotának megváltoztatására nem készteti. Itt pedig nincs más test, nem változtatja meg semmilyen mozgás állapotát a macskának. Kivéve, ha bele nem akad az ereszbe útközben. Ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy egy macska hogyan képes a levegőben talppal lefelé fordulni, ahhoz fontos megfigyelnünk a lábait és a kis mancsait. A kicsiket is mancsait, amivel jól megkarmol. Esés közben a melső lábait behúzza, a hátsókat kinyújtja, a testének az egyik része egy adott irányba forog, míg a másik teljesen a másikba. Másik irányba. Elsőnek a macska melső lábai kerülnek a föld felé, majd ehhez igazítja a hátsó kis tappancsait is. A melső lábait azért nyújtja ki előbb, hogy védje a fejét. Ez a furcsa mozgás annak köszönhető, hogy a macskáknak egyáltalán nincsen kulcsontjuk, tudjátok, ez itt, szóval úgy hajlítják a testüket, ahogy éppen akarják. Persze az is segít, hogy nagyon hajlékony a gerincük. Érdekesség, hogy minél magasabbról dobod le a macskát, annál biztosabb, hogy talpra esik. De persze csak egy bizonyos szintig. Bármennyire is nem szeretem, azért ne dobáld már azt a szerencsétlen jószágot. Ennyi volt a mára, szóval léci, azért ne szívassátok szerencsétlen macskákat, és hát sorry, hogyha valakit megsértettem azzal, hogy én nem annyira. Kedvelem, legközelebb, Tali, sziaszt a puszi! Az egyenáramoknál már megbeszéltük, hogy az elektromos teljesítmény az a feszültségnek és az áramerősségnek a szorzata. Váltakozó áramnál ez egy kicsit nehezebb tészta, hiszen a feszültség és az áramerősség értékek is folyamatosan változnak, innentől kezdve természetesen a teljesítmény értéke is változni fog. Ráadásul, ha kondenzátor vagy tekercs van az áramkörben, akkor a feszültség és az áramerősség ugye fázis különbséggel fog megjelenni, amit szintén figyelembe kell majd vennünk. De kezdjük a legegyszerűbb esettel.
akkor, amikor az áramkörben csak ómos ellenállás van. Ebben az esetben már megbeszéltük, hogy a feszültség, illetve az áramerősség ugye azonos fázisban van. Az első félperiódusban mind a kettő pozitív, ugye ezt látjuk, a második félperiódusban pedig mind a kettő negatív. Ez persze azt is jelenti, hogy őket összeszorozzuk, akkor mind az első, mind a második félperiódusban pozitív értéket fogunk kapni, tehát a teljesítményünk az végig pozitív. Ez is szépen látszik. Ez lényegében azt jelenti, hogy az ómos ellenállás végig energiát vesz föl az áramkörből, az áramforrásból, és ezt ő zsúlhővé alakítja. Vizsgáljuk meg, mi van akkor, hogyha kondenzátor vagy csak tekercs helyezkedik el az áramkörünkben. Az első ábránk a kapacitív ellenállásra vonatkozik. Ugye azt már láttuk, hogy ilyenkor pi per 2-es fázis különbség van az áramerősség és a feszültség között. Matematikailag viszonylag könnyen belátható, hogy ilyenkor ezen függvények szorzata szintén egy színusz függvényt fog adni, tehát a teljesítmény is egy színusz függvény segítségével írható le, csak most az ő periódus ideje az a feszültség periódus idejének éppen a fele lesz. Ez ezen az ábrán szépen látszik. Ugye itt van a feszültségnek egy periódusa, itt pedig a teljesítménynek egy periódusa, ez éppen a feszültség periódus idejének a fele. Azt is látjuk, hogy a teljesítmény az első negyed részben itt pozitív. Ebben az esetben ugye azt is látjuk, hogy a feszültség folyamatosan növekszik. Ez azt jelenti, hogy maga a kondenzátor építi ki az ő kis saját elektromos mezejét, és ebben tárolódik az energia, amit fölvett az áramforrástól. Abban az esetben, amikor negatív a teljesítmény, akkor pedig a kondenzátornak az elektromos mezeje leépül, ezzel lényegében visszapumpálja az energiát az áramforrásba. Nézzük meg, mi van akkor, ha induktív ellenállás van az áramkörünkben, csak is kizárólag. Ugye ilyenkor is pi per 2-es fázis különbség van a feszültség és az áramerősség között, tehát megint ugyanaz elmondható, hogy a teljesítményre vonatkozó függvényünk az szintén színusz függvény lesz, aminek a periódus ideje megint csak fele a feszültségperiódus idejének. Ez itt is szépen látszik a grafikonunkon. Megint csak az is látszik a grafikonon, hogy a teljesítményérték megint hol pozitív, hol negatív értékeket vesz föl. Abban az esetben, ha pozitív a teljesítmény, akkor ugye az áramerősségünk is nő, ilyenkor a tekercs kiépíti a saját kis mágneses mezejét, tehát az áramkörtől felvett energia erre fog fordítódni, és ebben a mágneses mezőben fog tárolódni. Abban az esetben, ha az áramerősség elkezd csökkenni, akkor ugye a teljesítményünk is negatív, ilyenkor ez a mágneses mező leépül, és a felvett energiát visszaszolgáltatja ennek a bizonyos áramkörnek, magának az áramforrásnak. Nézzük meg, hogyan alakulnak a teljesítmény viszonyok abban az esetben, ha mind a három ellenállás típus megtalálható az áramkörben, mondjuk akár egy RLC körben. Egyrészt beszélhetünk egy látszólagos teljesítményről, ami az effektív értékek szorzataként adható meg. Egyrészt ez azért látszólagos, mert a mérőműszerek ezeket az értékeket fogják mutatni. Másrészt azért is látszólagos teljesítmény, mert egy része visszajut a hálózatba. A látszólagos teljesítmény egyik része az úgynevezett hatásos teljesítmény, ami az ómos ellenállásra jutó teljesítményt fogja jelenteni. Itt láthatjátok, hogyan is határozhatjuk ezt meg, illetve ebből az összefüggésből némi matematikai átalakítással, illetve az impedanciát felhasználva eljuthatunk ehhez az összefüggéshez is, ahol megjelenik egy úgynevezett koszinusz fi, amit teljesítmény tényezőnek fogunk nevezni, ahol is ez a fi, ez a fázis szöge volt a feszültségnek és az áramerősségnek. A látszólagos teljesítmény másik része a meddő teljesítmény, ami ugye az induktív, illetve a kapacitív ellenállásokon eső teljesítmény, erre vonatkozó összefüggést itt meg tudjátok nézni, illetve a teljesítmények közötti matematikai kapcsolatot pedig itt is láthatjátok, illetve vektorábrák segítségével szintén ábrázolhatóak lesznek. Annyit még elmondanék, hogy az induktív, illetve a kapacitív ellenállást tartalmazó áramkörökben úgynevezett watt nélküli áram folyik, hiszen lényegében ilyenkor az áram teljesítménye átlagban zérus lesz. Most pedig nézzük meg aktuális híreinket a fizika nagyvilágából. Megvan a keresett negyedik dimenzió, és nem az idő az.
Európai és amerikai tudósok nagyjából egy időben tették közzé, laborkörülmények között sikerült reprezentálniuk a világunk egy új, ismeretlen részét, ami alapjaiban változtathat meg mindent, amit eddig a négydimenziós valóságról tudni véltünk. A jelenlegi ismeretek szerint ugyanis az általunk ismert világegyetemet háromdimenziósnak tartjuk, amiben a tárgyaknak szélessége, hosszúsága és magassága van. A negyedik dimenzió ezzel szemben a tárgyak kiterjedését írja le. A kutatók megtalálták azt a módot, ami szükséges a negyedik dimenzióban tapasztalható jelenségek alapvető megértéséhez, későbbi tanulmányozásához, elsősorban matematikai alapú áttörések révén. Várjuk a fejleményeket! Végezetül nézzük meg a mai óra legfontosabb kulcsszavait. Ugye a mai órán a váltakozó árammal foglalkoztunk, megbeszéltük, mik azok az effektív értékek, megbeszéltük azt is, hogy az ómos ellenállás, a tekercs, illetve a kondenzátor hogyan viselkedik egy ilyen váltakozó áramú áramkörben, illetve a váltakozó áram teljesítmény viszonyairól is szó volt. A következő órán már a mechanikai hullámokkal fogjuk folytatni. Megnézzük, hogy mi is az a mechanikai hullám egyáltalán, próbáljuk őt egy kicsit jellemezni. Megnézzük azt is, hogy milyen hullámjelenségekkel találkozhatunk a hétköznapi életünkben is, valamint az álló hullámokat is meg fogjuk vizsgálni közelebbről. Én köszönöm szépen, hogy ma velünk tartottatok, tegyetek így legközelebb is, de addig is kattintsatok weboldalunkra, illetve kövessetek minket közösségi oldalunkon is. Nézzetek jól körül, hiszen a fizika körbevesz minket. Sziasztok!